Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, srácok, végre kijött valamiféle anyag a Warframe-hez, az új update. Az új update természetesen hozta magával az új Warframe-et, és nem csak azt, egy-két fontosabb bacska változásocskát is hozott, amiről fogunk beszélni, legalábbis megpróbálok mindent belefoglalni, ahogy így végigmentem az update jegyzeteken, úgyhogy beszélgettünk mindenről. Továbbá a Gauss-ról, az új Warframe-ről a Gauss bemutató videóban fogunk beszélni, de addig is elárulom nektek, a blueprintjét a marketben tudjátok elérni. Na most, ahogy az szokott lenni, Gauss-szal bejött kettő új fegyver is, ugye? Az egyik Axeltra névre hallgat, a másik Akarius névre hallgat. Na most ezeknek a blueprintjét elérni Disruption játékmódban lehet. Na de, ugye a csavar az van, hogy most már Greener Disruption is van, illetve Infested Disruption is van, és az új fegyvereknek a blueprintjét elérni az Uranus Úr nevű pályáján fogjátok elérni. Most már ott Disruption játék mód van, és a demolistok fogják konkrétan dobni ezeknek a blueprintjét, gondolom. Viszonylagos fair drop esélyük van, nem nagyon kell sokat farmolni, hogy megkapjuk ezeket a fegyvereket. Na most az Axeltra az állítólag ilyen plazma rakétákat lő ki, az Akarius kicsit úgy néz ki, mint az Axtiletto, csak mini rakétákat lő ki. Meglátjuk, hogy és milyenek lesznek, és a Gauss-ról pedig beszélünk a Gauss bemutató videóban. Mi jött még ki? A mostani kis update-ben elképesztően gizdán jól kinéző hero skin jött ki, Reliquary-re hallgat. Természetesen megint csak meg kell köszönjem a Digital Extreme-nek, hogy megkaphattam ezeket a skineket, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól néznek ki, annyi biztos. És vele együtt jött még egy kis kollekció is, ami a úgynevezett Renuntino Spear Gun skin, szóval hát nem mint hogyha sok ilyen Spear Gununk lenne, de azokra jött egy ki, és az Etheria Armor set az is kijött. Elég jól néznek ki, azt hiszem, de a hero az előtt le a kalappal. Mint ahogy mondtam, Disruption játékmód most már több helyre elköltözött, van egy Mars, Olympuson, Neptunon, Laomedeian, Sednán, Kelpien, Uranus Úr, ugye ahol az új fegyvereket el tudjátok kérni, Kuva Fortressben, a Tamu nevű pályán van most már Disruption, Lua Apollo, ott egy Corpus Disruption lesz, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Disruption játékmód régóta egy olyan jó játékmód a Warframe-ben, amire mondhatnánk, hogy várnánk. Egy nagyon jó keveredés a Defense-nek és a Survivor-nek, mondhatni így, és megfelelő mennyiségű rewardokkal. Az egy problémám a Disruption-nal, bár megfelelő mennyiségű a rewardok, de értéktelenek. Így is lehetne mondani, szeretnék elmenni ott sokáig, hosszú-hosszú ideig, de nem igazán van értelme, mert értéktelen, amit nagyjából ott kapok. Na de, hogy ezt kijavítsák, és ez most mondhatni, hogy ez egy egész jó dolog, mert van egy új reward, amit Disruption-on fogtok elérni, és csak a Luan, tehát a Holdra amúgy is kevesen járunk ugye játszani, szóval a Lua Disruption-ön, hölgyeim és uraim, mostantól elérhetitek az új fókuszlencsét, ugye? Ami még több fókuszt enged gyűjteni. Na most azt tekintve, hogy a Luan egy korpusz Disruption lesz, biztosan sokaknak nem lesz a kedvence, de azoknak, akik kifejezetten rá fókuszálnak arra, hogy fókuszpontokat gyűjtsenek, és még többet gyűjtsenek, akkor ugye a Lua Disruption-on fogtok kapni új fókusz lens, de Lua lens, és annak is a blueprintje, szóval Lua lens blueprint, az lesz a neve az új rewardnak. Na most, ha azt nézem, hogy egy dolont ölni manapság már nem olyan nehéz, elnézést attól, aki még mindig kínlódik vele, de tekintve azt,
az egy dolomba fektetett energia, amilyen gyorsan lehet ölni, és a sárdokat eladni, vagy beváltani fókuszra, szerintem egy dolon ölése, rendszeres egy dolon ölése, sokkal gyorsabban ki tudod magadnak farmolni azokat a bizonyos fókusz pontokat. Szóval, lesz újabb rewardok, megint csak lesznek. Szóval lesz egy úgynevezett univerzális Syndicate medalion. Ez annyit fog tekerni, hogy 1000 standinget fog adni, és beválthatod, tehát ez egy univerzális, beválthatod az összes szindikátusnál, tehát Steel Meridian, Arbitress, Cephalos, Suda, New Lockered, bla bla bla. De későbbiekben fogjuk tudni használni a Quillsnél, a Vox Solarisnál, Ostronnál és Solaris Unitednál is. Tehát beválthatóak lesznek ezek, továbbá majd később a kis lebegő deszkás kölyköknél is. Na most viszont ugye írták is a patch note-ba, hogy ez igen felboríthatja a Warframe gazdaságot. Valószínűleg ritka lesz, ahogy elnéztem a patch note-ba írek, if you are lucky enough, tehát ha elég szerencsés vagy, disruption játékmódban megtalálhatod ezeket, szóval lesznek olyan őrült kincskeresők, akkor találhatsz ilyen szindikátus modokat, és ezt mindenkinek beválthatod. Azt kell mondjam, hogy ez hasznos, tekintve nekem is például, mint veteránnak, az olyanoknál, mint a Quills, Vox, Solaris, Ostron, Solaris United, ahol még kell néha-néha farmolgatni egy ilyen ezre standing, ez nem olyan rossz, ha az ember megtalálja. Szóval, új market item, hölgyeim és uraim. Az aura formát berakták a marketbe, kapaszkodj meg, 80 plotba kerül 1, 150-be kerül 3. A jó dolog, hogy a blueprintjét azt elérhetitek az arbitration alertben. Szóval egy pont ide, hogyha a blueprintet ott meg lehet majd szerezni. Ez azt hiszem, hogy az arbitration alerten, ez az egy dolog, ez az aura forma már akkorát emelt, hogy érdemes bemenni, mert amióta kijött és kipróbáltam, azóta nem voltam ott, mert hogy miért. Kategóri, úgyhogy az aura forma tán egy kis motivációt ad egyeseknek arra, hogy az arbitration alerteket csinálja. Szóval, mert amúgy az sajnán bészesen rossz játékmód, azt hiszem. Riven változások, hölgyeim és uraim, 30-ról, 120-ra, bocsánat, most már 90-ről, bocsánat, igen, már rég volt, 95-120-ra felugrottak a Rivenek, amik megtarthatóak, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó, természetesen, pedig a Sentinelekre, a Sentinel fegyverekre, való Riveneket pedig Simaris Standingtől, tudjátok, Relay-re bementek, nagy szem, és ott lesznek, tehát ott ki fogtok tudni váltani a Sentinel fegyverekhez Riveneket, hogyha szeretnétek. Továbbá a következő dolog, Plains of Eldolon, a Bounty-kon változtattak, hogy bónusz pontokat tudjunk szerezni. Kicsit úgy, mint a Fortunán, hogy extra ilyen dolgok lesznek, mint például, hogy csinálj meg egy küldetést ennyi percen belül, vagy tartsd életben a célpontot ennyi élettel, és a többi. Kb. Mint Fortunán vannak a Bounty-k, most már Plains of Eldolon is elérhető. Egy rossz dolog, amit bevezettek, legalábbis szerintem, nekem legalábbis rossz dolog, és client management szempontjából egy rémálom lesz, viszont lekorlátozták 1000 barátra a listát, tehát 1000 barátnál több barátod nem lehet. Mi a pöcsér? Nem tudom. Na most annak, akinek több barátja van, mint 1000, mint például ugye esetemben, az annak megmarad, de többet nem fog tudni hozzáadni a barát listájához. Na most ez azt jelenti ugye a klán szempontjából, hogy akik engem eddig bejelölgettek, azok most nem fognak tudni bejelölni, ezért is mondom, hogy ott a lista, a link leírásában a klán jelentkezés, és azon keresztül tudtok jelentkezést küldünk meghívót. Azok és addigra valószínűleg én egy kicsit ki fogom üríteni a barát listámat, azok, akik régóta nem jelentkeztek már be a játékba,
azokat valószínűleg törölni fognom, hogy helyet adjak azoknak, akik esetleg be akarnak jelölni valami más céllal. Ja, és most már lehet ilyen tömegesen törölni a barátlistáról, hogyha úgy látod, hogy olyanok vannak ott, akik már nem játszanak a játékkal, vagy ilyesmi. Új fasz a dolog, most már bemutathatod a hogyan nézel ki, és hogyan modolsz egy gomnyomással, hölgyeim és uraim, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. És mármint sokban meg egyszerűsíti a dolgokat. Sokan ugye a klánba írnak, hogy dobjatok egy modolást erre, írjatok egy modolást erre, most már ilyen nincs, pam-pam, link, szevasz, megvan oldva a dolog. Így nézek ki, így modoltam le, happy days is le lehet másolni. Úgyhogy ez nem rossz, ez nem egy rossz dolog. Mit lehet még itt elmondani? Imótok jöttek, semmi nagyon extra, és ugye bejött ez az új gitáros Housin gitárocska. Hát nem tudom, hogy fogalmazzam meg, gyerekek, de ez egy dolog, biztos nagyon jó és nagyon-nagyon szép, de ez nem content a Warframe-ben, ez egy biztosan lesznek olyan, akik zseniális zenéket fognak tudni írni ezen a dolgon, de ezen... Ezzel nem, az ember nem fog leállni játszani, vagy én nem fogok leállni játszani ezzel, ez nem játék. Lehet, hogy így indítom egyszer egy livestreamemet, ahogy így valamit csinálok, de bitch please, szóval ez nem content. Következő dolog, semmi, nagyjából ennyi, nagyjából, ja igen, majdnem elfelejtettem. Infested Dojo dekoráció, hölgyeim és uraim. Ez mindenki, a Media Junkba ez mindenképp be fog kerülni, de ne feledkezzetek meg róla, ez elég jól néz ki. Azt kell mondjam, azon kívül még egy csomó ilyen, hogy is mondjam, életminőségjavítás dolgok jöttek be, rengeteget javítottak. Egy kicsit hozzáadtak a grafikához is, főleg az ilyen fém tárgyakon való csillogás, fém visszaverődés, árnyék és a többi. Szerintem régi jobban nézett ki, mint az új, de az új sem néz ki rosszul. Minden bizonnyal a nagy akció közben semmit sem fogunk ebből észrevenni, de hogyha majd idővel bejön a többi is, amit terveztek, amit mutattak a live-okon, akkor lehet, hogy már szignifikánsan változik annyit a grafikája a játéknak, hogy észrevehető legyen. Ezen kívül változtattak az íjakon, mert hogy állítólag nem damage-eltek megfelelően, most már megfelelően damage-elnek, és mint mondom, rengeteg fix, nagyjából. Szóval ennyi lett volna, röviden és tömören. Remélem, hogy egy darabig leköti az embert ez a patch, és ja, a Gauss bemutató videó hamarosan jön, amint én is egy kicsit jobban kiismertem a Warframe-et, most véleményt tudok róla formálni. Addig meg nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, mint mondtam, klánba jelentkezni, link a videó leírásában, a Discord szerverünkre bárki joinolhat, link a videó leírásában. Ja, nagyon köszönöm a figyelmet, iratkozz fel, nyomd rá a csengőjelecskére, hogy kapj értesítést a videókról. Sziasztok!